Üdv mindenkinek, ez itt a 30 másodperces licit kihívás. Két olimpikonunk, Berki Krisztián és Balázs Krisztián fognak megmérkőzni, ezúttal tornaszerek helyett szavakkal. És a szabály egyszerű, mondom a témát, és licitáltok, hogy hány dolgot tudtok az adott témán belül megnevezni. Tegyük fel, fővárosok. Azt mondod, hogy 16 főváros meg tudsz nevezni, neked két lehetőséged van, vagy hazugnak hívod, és akkor meg kell nevezni szépen a fővárosokat, vagy azt mondod, hogy fölé licitálsz, és mondjuk 17-et tudsz megnevezni, addig megy a licit, amíg el nem értek egy olyan számot, amit már a másik nem hiszel. Hogyha ezt eléritek, akkor szépen fel kell sorolni. Ha a másik elbukik, vagy ha helyesen felsorolod, akkor kapsz pontot. És kezdjük is, hány állatot tudsz megnevezni az állatkertből, Kiki? 15. 15? Mehet vagy fölé? Hát akkor legyen 20. Hú-hú. Hazug. Hát, Kiki szerint Krisztián hazudik, szóval indul a 30 másodperc. De csak itt. És megy! Elefánt, teve, oroszlán, kenguru, gepárd, fóka, orszarvú, zsiráf, gorilla, csimpánz, tatú, koala, panda, és még van egy jó pár, kígyók, teknősök. Három. Akkor ezt buktam. Lassan is. Hát Kikinek lett egy pontja, keményen bekezdtünk. Jön is a második kérdés. Krisztiánhoz hány magyar város tudsz felsorolni? Négyet. Én ötöt. Na, azért ennél csak többet kéne, srácok. Tíz. Legyen 12. Akkor most mérettessük meg. Na, mehet a 12, indul a 30 másodperc. Esztergom, Budapest, Kaposvár, Tata, Győr, Veszprém, Nagykanizsa, Dunaújváros. Jó lesz 10 másodperc? Még van 4. Nem tudom. Hát ismét egy bukás. Nem. Nem szabad ilyen magas liciteket mondani, jöhet a harmadik. Ez viszonylag egyszerű lesz. Dolgok, amiket a konyhába találsz, hányat tudsz megnevezni? Ja, nem vagyok egy nagyon nagy konyhatündér, és csak fogyasztó vagyok, ezáltal én nem szeretnék sokat. Hát legyen 5. Legyen 7. Akkor 10. Jó, nézzük. Indul a 30. Kés, olló, kanál, kávéfőző, sütőlap, mikró, mosogatógép, sűrűn használom, tányérok, poharak, bögrék, kenyérpirító. Jó, nagyon ez, szép, mehet az 30-ig is, simán. Oké, a következő az lányzó neveit fogjátok felsorolni. Kiki, hányat tudsz? 15-öt. 15, na, mehetünk még följebb? Megadnám neki a lehetőséget. Nőj kedves neve. Tőled! Indul a 30, minden két másodpercben egy nép. Lilla, Virág, Eszti, Éva, Imola, Beáta, Zsuzsa. Örgessed, 15. Mazsi. Már csak egy vezetéknél hiányzott hozzá. Mert hangul is. Ez mennyi ott volt? Elvesztettük a fonalat, lejárt az idő. Már mindenkire gondoltam, akit erre fele volt. Na most egy olyan, ami kicsit távolabb áll tőletek, viszont biztos, hogy sokat tudtok belőle felsorolni. Sportok, ahol labdával játszanak. Na mennyi lesz? 4. 5. Szenya volt. Akkor legyen 7. Nézzük meg. Nézzük meg. Na nézzük a hetest. Indul a 30. Labdarúgás, röplabda, kézilabda, kosárlabda, strandröplabda, strandfoci, és még 2 kellene. Legyen vízilabda, és... Van idő. 10 másodperc. Bowling? A golyó azt bevesszük. Hát én megadom. Még úgy is tudnál, lazán. Na, az állás 4-1,
Viszont még van kikinek is lehetősége, ugyanis még 4 kérdésünk hátra van. Mondom is a következőt. Magyar olimpiai bajnokokat kéne felsorolni. Mennyi menne? Hát... 10. Koromból kiindulva én ezt átadom ezt a lehetőséget. Lehet, hogy nekem egy picivel könnyebb lenne. Akkor viszont indul a 30. Berki Krisztián, Borkai Zsolt, Csolány Szilveszter, Cseh László. Ő nem. Nem, ő nem. Egerszegi Krisztina, Hosszú Katinka csapatot. Mert egyenként a tagok is, bármi. Akkor a vízilabda csapat volt. Hát, ez már volt. Azzal kirőtted amúgy mind a tizet, úgyhogy igen. Ezt elbújtam. Én megadnám. Hát, megadjuk. Én megadom. Jó, akkor megadjuk. Bevont a vízilabdát, ott azért elég sokan voltak. Jó, ez jó, trükkösen elintézted, akkor viszont 4-2 az állás. Jön a következő kérdés Krisztiánhoz. Te most ilyen nagyon kajás, meg konyhás leszel, pizza feltéteket kell. Jó, jó. Hát egy olyan 8-at biztos. Menne több? Nem. Nem? Akkor megadjuk a 8-at, indul. Olivabogyó, kukorica, gomba, sajt, szalámi, kolbász, sonka, legyen mondjuk tengergyümölcse, és igazából meg is van a 8. Na, szép volt. Ebből kiderült, hogy sűrű pizza rendelő vagyok. Na már majdnem elérkeztünk a végéhez, utolsó két kérdés közül. Az első az igazán kikihez illik, halfajtákat kell felsorolnod. Mennyit tudnál? Hát szerintem egy 6-ot. Hetet. Tudnál többet? Nem. Akkor mehet a 7. Ponty, harcsa, keszeg, naphal, törpeharcsa, tükörponty és... Amúr legyen. Létezik olyan egyáltalán? Nem van. Is tudom, hogy az ilyen hal. És mindet sikerült már kifogni? Nem, amúrt még nem fogtam. Na, jó, megvan a challenge. És akkor már majdnem sikerült feljönnöd, viszont következik az utolsó kérdésünk. Torna elemeket kéne felsorolni. Hányat tudnátok? Hát egy 8-at. Hát... Menne az több? 10-et, 12-t. Jó. Akkor figyelemmel hallgatom. Igen? Na nézzük. 30 másodperc. Akkor előre szaltó, előre-hátra csavar. Tigris bukfenc, azt sokan ismerik. Gyűrűn óriáskör előre, óriáskör hátra. Cukahara, tripla szaltó, dupla szaltó, lovon az egylábasok, ollók, pároskör, magyar vándor, csillagvándor. Nagyon szép, mehet 30-ig. Hát igazából majdnem sikerült feljönned, ez egy 5-4-es állás lett, de a végén nagyon összeszedted magad, úgyhogy gratulok mindkettőtöknek. Ennyi volt ez a mai kihívásunk, és kövessétek a srácok social media oldalait is, hogy még többet megtudjatok a torna sportról, valamint iratkozzatok fel a Magyarok YouTube csatornára. Fölvettünk még jó pár videót velük is és a többi olimpikonnal, úgyhogy nagyon érdekes tartalmak fognak minden héten érkezni. Találkozunk a következőben. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.